Szabadka városa tavaly 7 millió dinárral támogatta a termelőket. Ehhez képest idén jóval megemelték ezt az összeget, ugyanis 55 millió dinár áll majd a mezőgazdasági termelők rendelkezésére. Ennek ellenére az ellenzéki képviselők keveslik ezt az összeget. To je jako malo u suštini i čini mi se da se poljoprivredni sektor polako, ali sigurno gasi. Baš iz tih razloga što nema konstantnu podršku. Ovo je dobro da se lokalna vlast setila, da, međutim čini mi se da je prekasno, da će inflacija i to pojesti i da negde računica zemljoradnika, poljoprivrednika već se vidi da je na nuli. A Város Idegenforgalmi Szervezetének programjából kiderül, hogy folyamatosan nő a turisták száma Szabadkán és Palicson, és az itt tartózkodásuk átlagosan 2,5 napra emelkedett. Nágyel János szerint, ha megindul a közlekedés a Szabadka-Szeged vasútvonalon, az mindkét város turizmusát fellendítheti. Ugyanakkor a közelmúltban felújított régi épületek a város gyöngyszemeivé váltak, amire egyre több turista kíváncsi, tette hozzá a VMS szabadkai frakció vezetője. Ezeket a tevékenységeket véleményünk szerint folytatni kell, tehát Szabadka város központjában lévő patinás épületeknek a felújításával, tehát itt már 2020-ban Szabadka városa tervezte 3 épületnek homlokzatának a megújítását, ez halasztásra kerül, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a közeljövőben megtörténjen, ugyanúgy, mint ahogy egyéb történelmi városközpont magját képező épületek felújítása is. Tehát mindez ahhoz fog vezetni, hogy a turistáknak több látnivalójuk lesz. A szabadkai BKT ülésén napirenden szerepelt a besorolatlan utak meghatározásáról szóló javaslat is. Emellett a képviselőtestület több személyi kérdésről is döntést hozott. Az MNT javaslatára Mészáros Gábort nevezték ki a Kosztolányi Dezső Színház új igazgatójává. A gyermekszínházban továbbra is árokszállási Stamenkovics Márta marad az igazgató.